first time is the perfect summer night. Those three words are spelled out in your eyes. Ez volt az utolsó alkalom. Ne értsetek félre, nagyon jó fejek a kölykök, de azért a hétfőnkénti fél ötös kelésről nagyon szívesen lemondok ezután. Mennyivel jobb, amikor magamtól csinálom ugyanezt, nem igaz? Kumisz, labda! Ez itt a... Mai fő téma, hogy sikerült lelepleznem Budapest alatti, föld alatti bunkerekben folyó robotfejlesztéseket. Mindjárt megnézzük bővebben, hogy miről van szó, de előtte két dolog. Az egyik, hogy olyan régen volt a legutóbbi videó, a Lackó gazda válaszol, hogy az ott mintaként használt avokádó mag ekkora dzsungelő cseperedett közben. A kérdésdobozt a következő Lackó gazda válaszolhoz is Instastory-ba fogom kirakni, úgyhogy ha nem tettétek, akkor kövessetek be, de jöjjön a sokkal fontosabb bejelenteni való! Méghozzá az, hogy elindult az első Richter Ideaton, ami egy 24 órás ötletverseny egyetemistáknak, aminek a keretében egy egyelőre szupertitkos társadalmi kihívásra, problémára kell majd együttes erővel választ adni. Ráadásul a legjobb csapat tagjai akár 200 ezer forint értékű javadalmazásban is részesülhetnek, ami azért, valljuk be, nem olyan rossz. És hogy ki lesz benne az egyik mentor? De nem csak, hogy mentorként veszek részt ebben a programban, hanem az egésznek az összeállításából is eléggé kivettem a részem, úgyhogy most benfentes információk fognak következni. Az egész úgy néz majd ki, hogy jelentkeztek ezen a linken, aztán októberben kiválasztunk a legjobb jelentkezőkből egy kellően színes, élvezetes és változatos csapatot, akiket elviszünk majd egy fullos balatonszemesi üdülőbe. Ott beosztunk titeket kis csoportokba, kezetekbe nyomunk egy borítékot, ebben még egyelőre nem a nyeremény lesz, hanem a feladat, amit meg kell majd oldani 24 óra alatt. És nem csak, hogy meg kell oldani, hanem prezentálni kell majd egy zsűrinek, amiben többek között Polgár Judit is benne lesz, úgyhogy ajánlom, hogy a stratégiára nagyon figyeljetek majd oda. Aztán kihirdetjük a győztest, átadjuk a nyereményt, és megy mindenki haza. De ez alatt nyilván nem csak az esetleges nyereménnyel gazdagodtok majd, hanem kapcsolatokat tudtok építeni, ráláttok egy csomó dologra, amire egyébként nem lenne lehetőségetek, meg egy halom olyan dolgot tudtok fejleszteni, ami nagyon-nagyon jól fog még jönni a jövőben. Úgyhogy ha jelentkeztek egy ilyen programra, az mindig több nyeremény, mint amit díjazásként feltüntetnek. Meg egyébként is mi más csinálna az ember egy ködös novemberi hétvégén, nem igaz? Szóval, ha egyetemisták vagytok, akkor link a leírásban, jelentkezzetek, és most lássuk ezt a titkos robotot. Figyeljetek, amit Instastory-ban mondtam, hogy nagyon VIP-k vagytok, ezt konkrétan úgy képzeljétek el, hogy mindössze 6-an vagyunk itt lenn, úgyhogy 6-an láthatjuk azt, hogy hogyan fog merülni a robot. Az összes többi újságíró az most odakint sorakozik a vezérlőteremben, és ott nézik képernyőn keresztül, amit ti itt konkrétan élőben láthattok. Igen, lehet, hogy megint le kellene vágnom a hajam, ha nem is ennyire rövidre, de lehet, hogy ennyire rövidre, majd meglátjuk. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy 2019. júliusában a Molnár János barlangból instáztam nektek élőben, ugyanis ott eresztettek le ebbe a víz alatt levő barlangba egy 60 centis golyót, megrakodva mindenféle szenzorokkal, hogy feltérképezze a különböző járatokat. A robotot azért fejlesztették az UNEXMIN nevű projektben, hogy egyszer egy szép napon majd vízzel elárasztott bányákba is beküldhessék őket. Igen, Európa dugig van vízzel elárasztott bányákkal. Egy bánya, ha nem művelik, nem szivattyúzák belőle folyamatosan a vizet, akkor előbb-utóbb szépen megtelik. Nyilván búvárokkal elég nehézkes és veszélyes lenne szétnézni odalent, hogy van elég nyersanyag, amit még érdemes lehet kibányászni, mire lehet odalent számítani, milyen állapotban van a bánya, és hogy egyáltalán megéri-e újra nyitni, hogy a mai korszerűbb technikákkal ki lehessen bányászni azokat a nyersanyagokat, amiket a régi technikákkal már nem lehetett, mert hogy akkor már elavultak voltak. Nyersanyagokra pedig szükségünk van, úgyhogy egy ilyen robot tök jó szolgálatot tehet. Szóval amikor most nyáron kaptam egy e-mailt a Miskolci Egyetem Földtudományi Karáról, ami egyébként az egész projektnek a mozgatórugója, motorja, az aktinja és miozinja, hogy hello,
továbbfejlesztettük a projektet, lenne kedved megnézni, mert hogy éppen itt vagyunk Kőbányán, egy felhagyott bányában, és leeresztenénk az új robotot, akkor erre azt mondtam, hogy... Ez nem ugyanaz a robot, ami a Molnár János barlangban volt, ugye? Az az egyel korábbi változatunk volt. Az agy, a számítógép, bizonyos eszközök ugyanazok, de az egész koncepció is. Ugye az egy zárt hely volt, az úgy kell elképzelni, mint egy tenger alattjárót. Itt pedig a külön egységek, egy-egy ilyen számítógéppel egybekötött kamera, egy szonár, egy vízminta vevő egység, vagy egy vízparaméter vevő egység, mind-mind-mind külön van betokozva és külön mér. Ez a thruster, a vertikális thrusterek átmennek a testen, ezért sokkal manőverezhetőbbé vált a robot, tehát olyan mozdulatokat tudunk vele megcsinálni, mondjuk, amit azzal a korábbi változattal. Mivel 3 éve én láttam ezt a robotot, kíváncsi voltam, hogy megismered-e, ezek szerint nem ezt a robotot láttam, úgyhogy hiába várom, hogy köszönjön. Hát az agya, egyébként az agya az ugyanaz, tehát fizikailag ugyanaz a PC van benne, de azóta már egy párszor újra lett. Akkor megismerheted volna. Újra lett tanítva. Lehet, hogy csak bunkó a robot. Ennyi. Az első 4 év, az első robotunk, az volt egy projekt, és utána megnyertük a folytatását, az UNEX-apot, ami az UNEX Min Upscaling. Onnan jön a neve a mostani projektünknek, mert az elsőben sikerült megépítenünk a prototípust, és bizonyítottuk, hogy az egész koncepció az működőképes, és üzemel a technológia, és a következő 3 év, a jelenlegi 3 év, aminek a 2,5. Événél járunk, ez arról szól, hogy ezt a technológiát vigyük közelebb a piachoz, és inkább egy robosztosussá, olcsóvá tenni, terepen megbízható, tehát nem mondjuk 8 ember kelljen az üzemeltetéséhez, hanem 2-3 emberrel. Láttuk azt az elmúlt 2 év, egy szép példa volt erre a pandémia idején is, hogy mondjuk milyen gondokat ott tud okozni a társadalomban, hogyha a nyersanyaghiány lép fel. A nyersanyaghiány az első lépcsője annak, hogy utána mondjuk nem fognak elektronikai panelek, csippek, egyebek készülni, vagy meglehetősen limitáltan. Pont ezért mi is küzdünk azzal, szeretnénk egy ilyen robotot építeni, nem tudnánk megtenni egy éven belül, mert nem szállítják le azokat a csippeket, nyákokat, egyebeket, ami kell. Úgyhogy elkülditek őt, hogy bányássza azt, amire szükségetek. Amiből majd a következő robotunkat építeni tudjuk, ez pontosan így van. Szóval, hogy a nyersanyag szektor volt az, ami kiváltotta a robot fejlesztését, de ez csak egyetlen egy a felhasználható területek közül, de ivóvízkútba is merültünk, például tavaly merültünk Csóron. Úgy ivóvízkútba, hogy ott az volt a különlegessége a robotnak egy búvárral szemben, hogy úgy tudta elvégezni a méréseket, hogy közben a robotot fertőtleníteni kellett, mert abból a kútból, amiben mi dolgoztunk, közben Fehérvár kapta az ivóvizet, és az ment ki a csapba. És egy robotot 2 órára be lehet tenni egy ipari fertőtlenítőszerbe az optikai kábellel. Hát egy búvár kicsit nehezebb. Fontosabban nem fog neki örülni. Tehát vízkutatás, de szintén bányáktól vagy mentőhelyzetekbe lehet használni, ipari létesítmények rendszeres ellenőrzés, és mind-mind attól függ, hogy mivel szereljük föl. Egy legszélesebb körű mérőeszközparkkal rendelkezik, tehát hogy tudunk online mérni vízparamétereket, pH, vezetőképesség, hőmérséklet, oxigénfugacitás, de tudunk vízmintát venni, mágneses, radioaktív méréseket csinálni vele. Ha van rá igény, akkor geofizikai irányba el lehet menni, és mondjuk radar tenni rá, vasszerkezeteket tud kutatni. Ez egy sérülés. Ez egy sérülés. Ráadásul mondhatom, hogy az első komolyabb terepi háború sérülése, az pont Ukrajnában szerezte. Komolyan? Igen, 1 évvel ezelőtt. De még akkor voltunk kint, amikor nem lőttek, és akkor még úgy nézett ki, hogy talán nem is lesz belőle háború, ahogy kint beszélgettünk. Tavaly nyáron és utána ősszel, november-decemberben voltunk még kint egy sóbányába, Aknasz Latinán, ahol a sóbányát felhagyták, omlik össze, környezetvédelmi problémák vannak, és ott merültünk a robottal, hogy mit lehet látni a bánya oldaláról.
És az azért volt érdekes, mert ott például töménysóba kellett merüljön. 24 kiló halmot kellett még pluszba rátenni. És azt hogy tudjátok szabályozni, hogy merüljön, meg emelkedjen úgy, mint egy tenger alatt járó, vagy? Van benne egy olyan, mint a halaknak egy úszó hólyag, amivel ő egy picit tudja a térfogatát változtatni, tehát mondjuk plusz-minusz egy kilót, plusz-minusz egy litert tud szabályozni, és azzal precízen beállítani. Egyébként meg fizikálisan szoktuk kitrimmelni a robotot. Ezek az olmok itt azért vannak fönt rajta, mert vannak habok, amik úsznak, vannak pluszba olmok, és ezekkel kell kisakkozni az, hogy nem elég az, hogy pont annyi legyen a liter, mint a kiló, és akkor lebegni fog, hanem ennek az egész térbeli elosztására is oda kell figyeljünk, hogy mindez az egész közepén legyen, és ne boruljon föl, és bárhová mozgatott-e a víztérben, ahol úszik, ő úgy maradjon. A robot precízen tudjon térképezni, el kell mondani a robotnak, hogy honnan indul el. És a robotnak a saktábla a 0-0 pontja. A második fekete kocka balról az a nullája. Itt, mivel hogy teljesen ismert a rendszer, elhagyni nem tudjuk a robotot, így biztonságosan tesztelhető, mert bármi van, szólunk a búvároknak, hogy bocsi, mégse jött ki, akkor hozzátok már ki. Kell, tehát nem mondom, hogy ezt megússzuk, mert benne van a részben. Ha már lemerülés, meddig tud elmenni a robot anélkül, hogy lemerülne az aksia? Meddig vagy milyen mélyre? Ha meddig időben 8 óra fölött van az üzemóránk, de nagyon sok függ attól, hogy éppen milyen szituációban úszik a robot, de 8 óra fölött, 8-10 óra üzemórát el tudunk vele érni. Mélységben, ahogy most láttad, ez 500 méter tud, de néhány hónapon belül átépítjük. Két egységet kell benne kicserélni, és akkor másfél kilométer vízmélységet fog tudni. Tengeri tehát felhasználás nem jön szóba? Vagy ott szóba minek? Jöhet tengeri felhasználás, de nem feltétlenül ezzel a robottal. Ugyanennek a csapatnak vannak tengeri robotjai is, ott a nagyobb áramlások miatt komolyabb thrusterekre van szükség, viszont ott nem limitált a hely. Tehát egy tengeri felhasználásnál nekem nem kell az, hogy egy ilyen pici robotot építsek, és ebben legyen benne minden. Ott van olyan robotja a srácoknak, ami mondjuk ez a sátor fele méret. Mert ott ugye az óceánban van hely, tehát ott, ott kényelmesen elfér. De egyébként lehet, hogy pont ez a másfél kilométeres problémával, lehet, hogy ezt egyszerűbb lesz nekünk most óceánba teszteljük, és lehet, hogy mondjuk októberben óceánba merülünk ezzel a robottal. Októberben, Portugáliában, óceánba merülni azért nem lehet olyan rossz. Szóval kicsit irigylésre méltó ez a robot, ha te is így gondolod, akkor nyomjál egy lájkot, egyébként pedig jelentkezz a Richter Ideatonra, linket a leírásban találsz, jövő héten pedig folytatódik a heti hatás.